Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szanyi Tibor, az Igen Mozgalom vezetője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mit csinált ön a hétvégén? Hát sok minden, de hogyha az előző beszélgetést hallgatva az ember egy picit is rágondol, akkor valószínűleg arra kíváncsi, szerkesztő úr, hogy vajon részt vettem-e a szombati ellentüntetésen, csak úgy pozícionáljuk a dolgokat. Válaszom igen, és szerencsére nem csak én, hanem elég sokan voltunk, ezt meg kell mondjam őszintén. Én rendszeresen részt veszek ezeken, és ez nagy baj, hogy rendszeresen kell kiállni a neonáci megmozdulásokkal szemben. És hát most körülbelül, hát az újságok mindenfélet írnak, én azért gyakori rendezvénylátogatóként merem mondani, hogy ez egy bő ezren voltak azok, akik ezeket a náci imitátorokat a pokolba kívánták ott a helyszínen is. És hányan voltak az imitátorok? Hát azt nem tudom. Őket egyáltalán nem láttuk. Hát, illetve az egyáltalán ez egy kicsit túlzás. Azt akarja mondani, hogy olyan kevesen voltak, hogy nem látták őket? Nem, hanem az volt, hogy a rendőrség egy ilyen VIP részt biztosított a náciknak, tehát az azt jelenti, hogy ők egy nagy széles téren gyülekezhettek, ünnepelgethettek, zenélgethettek, sétálgathattak, tehát egy ilyen promenád, egy komplet kert, egy park rész volt számukra biztosítva. Hát az ellentüntetőknek maradt egy ilyen elkerített rész, és köztük egy zsákutca, ahova azért úgy becsalogatták, vagy hát becsalogattak minket a rendőrök, aztán onnan ki is mentünk. Úgyhogy, de nem lehetett a náci brigáddal kontaktusba kerülni. Noha én annak nagyon örültem, ezt megmondom őszintén, hogy három eltévedt hülye, és hát mondjuk ez mondjuk a neonáciknál egy elég gyakori fordulat, hogy hülyék. Azok valahogyan a mi ellentüntetők hogyan csoportjához kerültek. Úgyhogy végül nem vette észre, hogy önökön semmiféle múltszázadi borzalmakat idéző embléma nincsen? Hát... Nagy a világ állatkertje, tehát ez így. Na hát aztán nem úszták meg, úgyhogy eléggé rendesen megkapták magukat. Menekülőre fogták, ugyanúgy, mint a apropó szolgáló budai várból való úgynevezett kitörés alkalmával a német és kisebb rész magyar nyilas csapatok. Ön az MSZP-nek volt a tagja hosszú éveken keresztül, állandóan mindig, amikor megmondta, hogy mi a véleménye, akkor soha nem kirúgták, hanem mindig följebb és följebb került. Hát vagy fegyelmit kaptam, igen. Vagy fegyelmit kapott, de nekem úgy tűnt, hogy mintha féltek volna az ön elveitől és világnézetől. Mi a véleménye annak, hogy ma már nem biztos, hogy a parlamentbe bekerülnének meg, hogy lehet, hogy ott is társelnök lesz. Legalábbis először jelentkezett egy hölgy elnöknek, aztán a mostani elnök gyorsan kitalálta, jó, persze jöjjön talán társelnöknek, legyen egy nő is. Ez egy előre megfontolt valami, vagy csak így hirtelen eszébe jutott, hogy így... Tudbetlen azt mondja, hogy ezt a német szociáldemokratáktól másolták, és hogy azt a haladó hagyomány követik. Hát most kettő vagy hármunk között szólva, vagy most akkor nézők, akkor sokunk között szólva, hát most szerintem oly mindegy, hogy mit csinál a Magyar Szocialista Párt mindaddig, amíg ilyenekkel foglalkozik. Tehát, hogyha... Ott voltak önökkel a tüntetésen? Én egyet sem láttam. Egyet sem. De sőt, parlamenti képviselőt egyedül is, Székely Sándort láttam. Jó napot kívánok. Kész, nem volt több. Legalábbis én ott más, két óra vagy hát mikortól is? Egytől négyig, hát három óra hosszat. Lehet, hogy is, ők is eltévedtek, és a másik oldalon. Hát azért az ezer emberből azért föl szokott tűnni nekem az, hogy az ismertebb a parlamentből ismertebb arcok. Én egyet sem láttam, megvallom töredelmesen, de hogyha már így a jelenlévőket
szemlézzük, akkor azért azt is szeretném elmondani, hogy nem csak, és nagyon öröm volt nekem, hogy az IGE mozgalom számos aktivistája is ott volt, hanem az, hogy igen nagy számban voltak egyébként cigány jogvédők is, és az egy ritka látkép volt a tüntetésen, és ez azért én úgy érzem, hogy a korábbi ilyen 50-100 fős ellentüntetésekhez képest egy ilyen rendkívül összetett, nagyon színes és viszonylag nagyméretű ellenállói társaság azért az mindenkinek úgy megdobogtatta a szívét. Na de, visszatérve, egy párt, hogyha a különböző társadalmi mozgásokra, folyamatokra, nem politikai, hanem szervezeti válaszokat adogat rendszeresen, az halott. De itt még az MSZP-nél maradva, nem hiányolta az MSZP-től, hogy most derült ki, hogy egyik újpesti képviselőt elítélték, 2 év felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Újpesten az ellenzék támogatta Szabó Balázs nevezetű urat, jobbikos most is. Tunéziai turistákat vertek meg csak úgy. Már napok óta várja mindenki az pártok reakcióit, hogy most mi lesz ez a Szabó. Mi jelentse, hogy ön még nem párt, csak egyesület? Igen, csak hát ugye az a helyzet, hogy én megmondom töredelmesen, hogy a Jobbikkal való összefekvés az nekem mindig megfeküdte a gyomromat. Jó, akkor lépjünk is, ezzel, ezzel mindent megmondott. Hol tart az Igen mozgalom? Vannak-e új és új pártoló tagok? Mikor lesz ebből 22-re parlamenti képviselet? Mert azért a demokráciának az alapja az a parlamentarizmus, lehet szavazni, be lehet jutni, lehet törvényeket hozni. Hát az Igen mozgalomhoz szinte minden nap van valamilyen új csatlakozó, tehát én ennek nagyon-nagyon örülök, bár az igazság, hogy azért most egy kicsit akkor műhelytitokat is elárulok, ahogyha valaki jelentkezik, akkor vissza szoktunk neki írni, hogy írja le részletesen az elképzeléseit. Na most, akinek ez sikerül, az már közelebb jut a tagsághoz, akinek nem, az meg nem. Tehát azért... Akkor ez nem egy gyűjtő mozgalom. Nem. Hogyha már jártál mindenhol és nem sikerült labdába rúgnod, akkor próbálkozzál mi. Így van, így van, és azért minden ilyen idézőjelbe vett pályázatot azért többen megnézegetünk, és akkor van egy ilyen gondolkodás, hogy akkor úgymond a jelentkezés alapján meghívjuk az embereket, tehát ez a mi szervezeti fejlődési modellünk. Viszont ami nagyon fontos, hogy minden jel szerint március 6-a lesz az, amikor az első átfogóbb program köteget, durván egy olyan 150-200 gondolatból álló politikai gondolatköteget az asztalra teszünk, ezt persze nem egyedül csináljuk, ezt a szolidaritás mozgalommal közösen. És hát nyilvánvalóan eljön hamarosan az idő, én ezt úgy nagyjából a nyárra teszem, amikor érdemes lesz elgondolkodni azon is, hogy pontosan milyen politikai formációt öltsön a baloldal, már csak azért is, mert ugye az országgyűlés ez ügyben kiürült, ezt már voltam oly kedves többször is elmondani. Tehát én egy-két képviselőt leszámítva nyomát nem látom a baloldal jelenlétének a Magyarországgyűlésben. Akkor nézzük egyre másra. Azért kellene 22-től. Az évértékelők, hamarosan Orbán Viktor, a Fidesz-KDNP is megtartja évértékelőjét, illetve a miniszterelnök, és ha jól tudom, a hétvégén már volt egy évértékelő, egy volt barátja évet értékelt, a DK elnöke. Konkrétan Gyurcsány Ferenc soha nem volt a barátom, ezt büszkén vallom, ő is így gondolja, hogy soha nem voltunk barátok. Tehát... Ön egy problematikus figura? Én azt gondolom, hogy a kettőnek van egy nagyon sajátos személyes történelme, és minden esetre ebben nem fért bele soha a barátságnak egy másodperces. Ez egy jó dokumentált történet. Ez csak az volt elég jól. Igen. Csak kíváncsi voltam, hogy mennyire jön tűzbe ettől a kifejezéstől. Értem, tehát akkor nem barátja, de mégis Magyarország egyik nagy pártja. Úgy tűnik hamarosan, hogy lehet, hogy az ellenzék vezérpártja, mert az ön korábbi pártja ugyan elfogyóban van. Mi az, ami kiemelkedőnek tartott az évértékeléséből?
ha már nem barátja, de azért biztos odafigyelt egy nagy párt évértékelésére. Nem tudom, hogy a nagy párt kétségtelen nagyon jól szerepeltek legutóbb az európai parlamenti választáson, ez korábban azért máshogy alakult. Minden esetre én nem látok az ellenzéken belül úgymond nagy pártot, egyet sem. A Fidesz ezzel nagyon jól csiki-csukizik, egyensúlyozgat, hogy különböző ilyen-olyan háttérsegítségekkel mindig éppen azt tolja meg, amelyik mondjuk kicsit hátrébb van, tehát próbálja ezeket ilyen egy színbe hozni. Nekem meggyőződésem, hogy az a Fidesznek a vágy, hogy bemutassa, hogy jobbról, balról, középről, mindenhonnan van neki ellenzék, ilyen 10-11 néhány százalék körül pártok világában. No, ezzel együtt én igazából nem éltem el ebben a beszédben. Nem is egyszerűség az ragadott meg, ami egy-két címben is megjelent, hogy ha mi kerülnénk újra kormányra, mondá ő, akkor borzalmas, hát nem csak egy pokolja nehéz, aztán borzalmas idők következnek, hogy valami ilyesmit mondott. Ezzel lehet nyerni? Hát szerintem nem. Tehát egész biztos, hogy két dologgal nem lehet választást nyerni, adóemeléssel és riogatással. Tehát ez egy aranyszabály a politikának. Értetem, van még hátra egy percünk, az LMP zöldebb lett a zöldnél, akkor ön maradt görögdínje, de már nincs is piros nyakkendője, pedig én szimbak vagyok, de Andrást, amikor jött be, megkérdeztem, hogy piros a nyak kendője, akkor most mi lesz az ön görögdínjével? Szerkesztő, az a helyzet, hogy most én vallomással tartozom önnek. Én reggel majdnem pirosnak kendőt vettem föl, és belegondoltam, hogy mi az, amit még nem mutatta meg Valaher Péternek. És hát ezt a nyakkendőmet nem mutattam még meg, így gondoltam, hogy akkor a mai nap ezt behozom. Akkor az LMP-ről legközelebb? Nem, annyit szeretném mondani, hogy most végre megtudtuk, hogy milyen a más politika, ezek szerint zöld. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, a pontos idő 8 óra, és ha 8 óra van, akkor nézőink alig várják, hogy az általunk vélt objektív híradót végignézhessék. Önnek is azt javaslom, hogy üljön le a fotelba, és nézze meg, hogy tudja, hogy mi a helyzet a világban, illetve mit látok én korrektnek. Köszönöm, hogy minket választottak, így a Pirkadat első részében most nézzék a híradót, utána jövünk vissza, tartsanak velünk. Köszönöm szépen.